A műsor támogatója az AVE Ásványvíz, a grandcasino.hu és a Parmen ZRT. Ismét eltelt két hét, így újra jelentkezik a Csak a Loki. Köszöntöm Önöket! Már csak 5 forduló van hátra, és továbbra is harcban áll a bronzéremért a DVSC, miután veretlen maradt az elmúlt 2 bajnoki meccsén. Erről is szó lesz a mai műsorban, de lássuk, mi minden lesz még. Végy egy jó kapust, Debrecenben már van, bemutatjuk Nagy Sándort. Közeleg a Zilahi díj átadó, a szezon legjobbjának jár, de ki is volt a névadó Zilahi Zoltán. Európa klasszis lehetett volna. Kerekes György a védőkkel elbánt, a sérülésekkel azonban nem tudott mit kezdeni. Mikor Debrecenbe érkezett, sokan úgy gondolták, a DVSC a kispadra igazolta. Ehhez képest ma alapember a csapatban, sőt az NB1 egyik legjobb kapusa. Kiváló teljesítményének köszönhetően tavaly ő kapta a Zilahi díjat, ami a szezon legjobb loki játékosának jár. Bemutatjuk a mindig vidám, de komoly kvalitásokkal bíró Nagy Sándort. Kértek egy hosszú kávét? Kávé nélkül nincs edzés, ezt vallja a DVSC kapusa Nagy Sándor, aki az együttes legnagyobb kávéfogyasztójának számít. Napi 3-4 kávé a mostani adagja, de régebben akár 8-10 csészével is megívott. Ez nélkül nem kezdem a napot. Reggel felébredek, reggelizek, és reggeli után megiszok egy kávét. Kijövök a palagra, és akkor kérek még egy hosszú kávét említő, mert nagyon szeretem a kávét. Emellett felpörgeti, amire szükség is van, hiszen a csapat kapusedzője, Erdélyi Miklós nem kíméli őket. Nagy Sándor 2017 őszén igazolt Debrecenbe. Érkezésekor sokan azt gondolták, a szezont úgyis a kispadon tölti majd, aztán alaposan ráncáfolt a kétkedőkre. Igazoltuk a Novota Jánost a Rapid Wienből, és igazoltuk a Sanyi Gyirmótról. Nyilván mindenki azt várta, hogy a Rapid első számú kapusa lesz a DVSC-nek az első számú kapusa, de Sanyi ezt kiharcolta magának, hogy ő legyen az első számú, és egy szlovák válogatott kapust ültetett maga mögé. Első évében kicsivel ugyan, de lecsúszott a dobogóról a Loki. Nem Nagy Sanyin múlt. Végig kiválóan védett, így nem csoda, hogy megkapta a szezon legjobbjának járó Zilahi díjat, és a szurkolók is őt választották a szezon legjobbjának. Meg voltam lepődve, mert ez volt az első évem. Először nem tudtam, hogy mit jelent az, utána néztem, és ez nagyon érték, és megbecsülöm ezt a díjat. Nagy Sanyi igazi bravúr kapus, több elképesztő védés fűződik a nevéhez. Edzője szerint a hazai mezőny legjobb 3 kapusa között van. A számtalan gól nélkül lehozott mérkőzés és látványos védés ellenére önmagával szemben rendkívül kritikus. Én csak azokra szoktam figyelni, amikor hol hibáztam. Mert gondolom, erre csak tudok fejlődni még jobban. És ameddig focizok, ameddig élek, én akarok fejlődni, nem akarok lemaradni. És próbálok nézni csak előre, és a hibákat kijavítani, hogy máshol ilyen hibákat nem legyen. A Loki idén ismét megcélozta a dobogót és az ezzel együtt járó nemzetközi kupa szereplést. És természetesen még ott van a Magyar Kupa is. Nekem van egy célom, akarok Debrecenen eljutni a Európa Ligába, és megpróbálom minél jobban teljesíteni azt, hogy eljutni a szinthez. Egy valami hiányzik neki, a családja. Felesége és 4 gyermeke Kárpátalján maradtak, több 100 kilométerre Debrecentől. Nehéz az, mert ott a feleségem dolgozik. A lányom, a gyerekeim meg járnak iskolába, edzenek ők is, úgyhogy, de szoktak kijönni hazai meccsre, úgyhogy itt vagynak, 2-3 napig itt vagynak egy héten. A jótékonykodás is jellemző rá, rendszeresen segít hátrányos helyzetű családokon. Nehéz gyerekkora volt, nagy szegénységben nőtt fel, amit nem felejtett el. Nem volt nekem minden az, ami volt a másik gyerekeknek. Kellett dolgozni, már fiatalkoromban már kellett menni dolgozni, még az iskolába jártam, de már dolgoztam.
De utána, amikor már valamit elértem én is, akkor ha van nekem lehetőségem segíteni másoknak, akkor miért is ne. Még 2 évig biztosan szerződés köti a DVSC-hez a most 34 éves kapust, hogy azután mit hoz az élet, egyelőre nem tudni. Minden esetre, ha rajta múlik, még sokáig Debrecenben marad. Végig akarom vinni, ameddig bírom, amíg kellek a csapatnak, addig akarnák itt lenni a DVS tagja, és segíteni a csapatban. De ha nem fog már bírni, se testtel, se lelkével, akkor persze, akkor mindenki érti, hogy valamikor eljön az az idő, amikor be kell ezt fejezni. De én úgy akarom befejezni, hogy elérni egy nagy célt Debrecennek. Négy pontot szerzett a legutóbbi 2 bajnokián a DVSC, ezzel továbbra is harcban áll a dobogóért. Újabb tehetség bukkant fel a Debreceni Labdarúgó Akadémián. Bényei Ágoston az U16-os válogatottban is bizonyított. Hírösszefoglalónk következik. Élete legjobb meccsét játszott a Ferenczi János az MTK ellen az OTP Bank Liga NB1 27. fordulójában. A balhátvéd 2 góllal és 1 gólpasszal igazolta, hogy megfelel a modern futball követelményeinek, hiszen a védőmunka mellett a támadás építésből is alaposan kivette a részét. Előbb a mérkőzés legelején az 5. percben fejezett be egy támadást okos góllal, majd nem sokkal később kapásból is betalált. A 21. percben Tőzsér szögletét az MTK kapusa Horváth kiöklözte, Ferenczi pedig a lehulló labdát ugyanabban a sarokba lőtte. A vendégegyüttes a 36. percben egy szép támadást követően Torgelle hatalmas góljával szépített, így rövid időre ismét izgalmassá tette a mérkőzést, Kanta remek átadását mellel vette át a rutinos támadó, aztán a léc alá bombázott. De még mielőtt belelendült volna az MTK, a Loki újabb gólt lőtt, Ferenczi ezúttal az előkészítő szerepkört vállalta magára, ballábas beadását Bódi rúgta kapásból a hálóba. A szép gólok mérkőzésén 3-1-es győzelmet aratott a DVSC. A 28. fordulóban a szintén dobogóra hajtó Honvéd otthonába látogatott a Debrecen, és ezúttal közel sem kezdte olyan jól a mérkőzést, sőt, Bényei szabálytalansága után már a 4. percben büntetőhöz jutott a hazai csapat. A 11-est a gól király jelölt Hollander maga biztosan értékesítette, így a Honvéd már a meccs legelején megszerezte a vezetést. A 32. percben Bényei 1 gólpasszal tette jóvá korábbi hibáját, remekül vette észre a 16-os vonalán helyezkedő Csőzt, aki egy átvételt követően szép gólt lőtt a rövid sarokba. A DVSC az 59. percben Nagy Gergő kiállítását követően emberelőnybe került, de újabb gólt már nem tudott lőni, így 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó. A Loki 2 forduló alatt szerzett 4 pontot, és továbbra is versenyben van a bronzéremért. 5 fordulóval a bajnokság vége előtt csupán 2 pont a hátránya a jelenlegi 3. Újpesttel szemben. Érdekesség, hogy a 30. fordulóban a 2 csapat pont egymás ellen játszik majd a fővárosban. Egyre inkább bejátsza magát az U16-os válogatottba a Debreceni Labdarúgó Akadémián nevelkedő Bényei Ágoston. A litvánok ellen 2 felkészülési mérkőzést is játszott a nemzeti csapat a napokban, és a DVSC labdarúgója mind a 2 találkozón pályára lépett. Az első mérkőzést 2-1-re nyerték a magyar fiatalok, míg a visszavágón ugyanilyen arányú vereséget szenvedtek. Bényei tehetségéről sokat elárul, hogy a Lokiban tartósan az egyel idősebb korosztályban szerepel, és ott is megállja a helyét. A DVSC játékosainak számára az egyik, hanem a legnagyobb kitüntetés az 1999-ben alapított Zilahi-díj. A Vándorkupát az a Loki játékos vagy edző kapja, akit az adott évben a díj megalapítója vagy a klubvezetője a legjobbnak láttak. De ki is volt a díj névadója, Zilahi Zoltán? Ennek jártunk utána. Azt hiszem, hogy igazi bálvány volt. Így emlékszik vissza az egyik szurkoló Zilahi Zoltánra. Minden idők egyik legjobb DVSC játékosa 1936-ban született Kisújszálláson. Sorsa 1950-ben dőlt el végérvényesen. Édesapám Kisújszálláson a első-második gimnázisták közül csinált egy ifi csapatot, és ez az ifi csapat 2-3 éven belül kinőtte magát, olyannyira, hogy kelet-magyarországi ifjúsági vasutas bajnokságot itt Debrecenben a döntőt megnyerték, és innentől kezdve gyakorlatilag ez a társaság együtt futballozott 1954-ig.
Ezek után nem csoda, hogy Zilahi Zoltánnak több kérője is akadt az első és a másodosztályból. A 20-szoros megyei válogatott játékost a Szolnok és a Honvéd is hívta, végül azonban Debrecenben kötött ki 1955-ben. A kisújszállási csapatnál abban az időben Szilárd Elek volt az edző, aki a DVSC-ben előzőleg jobb szélsőt játszott a 30-as években. Elek bácsi volt az, aki ajánlotta a DVSC-hez, hogy nézzék meg, mert egy rendkívül tehetséges játékos van kisújszálláson. Az első évben a másodosztályban szerepelt a Lokival. 1960-ban jött az áttörés, feljutottak az NB1-be. Játékintelligenciájával és képzettségével a legjobbak közül is kitűnt. Az idősebb szurkolók így emlékeznek vissza a legendára. A legnagyobb élmény az volt, ahogy cselezett a pályán. Tehát ez volt a jellegzetessége, hogy mindenkit be tudott csapni, soha nem tudták felrúgni, és rendkívül elegánsan futballozott, mai szemmel mérve és óriási technikai tudással. Lehetett volna filmsztár is, mert aki ismerte, tudta, hogy ő mindig kok elegáns, de egyébként a futballpályán is ugyanaz volt. Ő soha nem rúgott fel senkit, őt nagyon nehezen lehetett felrúgni. Nem is láttam olyat, hogy ő esetleg elesett volna, mert előtt rendkívül képzett futballista volt. 81. osztályú meccsen 10 gólt lőtt, gólpaszt viszont annál többet adott. Egyik legemlékezetesebb mérkőzését a magyar válogatott ellen játszotta a Nagyerdei stadionban. Szünetbe sikerült beszöknem, mert nem labdaszerű voltam, de sikerült beszöknem a kapu mögé, tehát a pályaterületre, és pont a válogatott tartalékjátékosai közé, és ámulva nézte mindenki, ahogy Zilahi Zoli Sipos, biztos az idősebbek emlékeznek Sipos Ferire, vagy Solymosi Pixire, ahogy Zoli elfektette őket. A válogatott tartalékjátékosai kifejezetten már Zilainak szurkoltak, és nevettek rajta, amit csinálta a pályán. Mészőnek is nagyon meggyújt a baja, Mésző volt a középhátvéd, emlékszem rá. Az a mérkőzés volt az utolsó fellépése Loki mezben. A pályán kívül is rajongtak érte az emberek. Hétköznap délutáni esti program nagyon gyakran az volt, hogy a Vika és az Apolló mozik között sétáltunk. Akkor Korzónak is hívtuk ezt az utcarészt, és hát ugye ott megfordultak Debrecen hírességei, tehát mindegyik közül leghíresebb Zilahi Zoli volt. Mindig az volt a nagy élmény, másnap az iskolában meséltük, hogy fenn a Korzón Zilahi Zolit láttuk. Nagyon jó volt közelébe lenni barátnak, ismerősnek, bárkinek, mert a rajongás fogta körül mindig, bárhová mentünk. Hát még azt is elmerem mondani, hogy nem is nagyon kellett mellette fizetni. Olyan nagy szeretet volt a vendéglátóhelyen, ha bementünk valahová, hogy Zolinak és a társaságának sokszor nem kellett fizetni. Miután kiesett a csapat az első osztályból, 1966-ban Egerbe igazolt, ahol szintén imádták az emberek. Abban az időben a támadó középpályások közül Albert és Göröcs után akkor legjobbja volt. Két év után azonban visszatért az akkor másodosztályú DVSC-be. Komlósi Emil volt az edző, akivel 6 vagy 7 éven keresztül együtt játszott, a Zilahi Komlósi legendás jobbszárny. Imre bácsi olyan követelményeket támasztott Zolival szembe, hogy fusson sokat, mozogjon nagyon sokat a pályán, fiatalokat fogja össze. De hát ő már akkor 32-33 éves volt, és hát soha nem volt az a nagy futó ember, aki szeretett nagyon edzeni, meg gimnasztikázni. Ő a labdát szerette inkább. Pályafutása végén Hajdúszoboszlón, majd Téglásson játszott. Itt érte a végzetes baleset. 1970. augusztus 15-én a helyi vasútállomáson gázolt el egy vonat. Halálának oka és körülményei a mai napig tisztázatlanok. Reggel az állomáson hallottuk, hogy mi történt Téglásson. Szomorú. Nagyon szomorú hetünk volt. Testvére szerette volna megőrizni az emlékét, így 1999-ben megalapította a Zilahi Vándor díjat, amit az aktuális év legjobb játékosának vagy az edzőnek adnak át. Emellett még egy fontos szempont alapján választják ki a győztest. Az, aki valamelyest emlékeztetett gyakorlatilag a bátyámra, ez abban az időszakra vonatkozik, amikor csatárok meg középpályások nyerték a díjat. Most az utóbbi időben, amikor már kapusok meg védők szerepelnek inkább a listán, akkor inkább a hasznossága az, hogy ki mit tett ebbe a kosárba, mert ahogy a DVSC esetleg harmadik, második vagy bajnokságot tudjon nyerni. Ehhez
heti játékunk következik. A klub támogatásával minden adásban értékes nyereményeket sorsolunk ki azok között, akik helyes választ küldenek be az általunk feltett kérdésekre. Lássuk, mit nyerhetnek ezúttal. Játsszon a Csakalokival, küldje be a helyes választ és nyerjen! Hány mérkőzéssel vezeti Dombi Tibor a DVSC játékosok NB1-es szereplési örökrangsorát? A megfejtéseket a media@dvsc.hu e-mail címre várjuk április 30-áig. A helyes választ beküldők között kisorsolt győztes jutalma egy DVSC játékos dedikált meze és két darab belépőjegy a május 4-i DVSC Kisvárda mérkőzésre. Előző adásunkban az alábbi kérdésre kerestük a választ, hány nemzetközi tétmérkőzést játszott eddig a DVSC labdarúgó csapata. A helyes megfejtés 90. Előző játékunk nyertese Bagnács Lili. Őt a részletekről e-mailben tájékoztatjuk. Európa klassz is lehetett volna, de saját bevallása szerint a benne rejlő tehetségnek csak nagyjából 50%-a bontakozhatott ki a sok sérülés miatt. A Loki legendáit bemutató sorozatunk következő szereplője Kerekes György, aki 1980 és 1983 között 82 bajnokin 54 gólt szerzett a DVSC-ben. Góllövő cipő. Általában átvitt értelemben használjuk a kifejezést, de Kerekes György esetében tényleg nagy jelentősége volt a csukának. Kint voltunk Ausztriában, és akkor megláttam egy ilyet, hogy Puma Csikó, úgy hívták, és 2500 shilling volt. És én utána mindig ilyet vettem magamnak. Amikor ki tudtam jutni, vagy volt, amikor hozattam a cipőt. Na de térjünk vissza a kezdetekhez. Kerekes György későn kezdett el futballozni, legalábbis ami a versenysportot illeti. Mindig úgy gyakoroltam, nekem nem volt edzőm, hanem amit láttam a mérkőzésen, a tévébe, akkor szünetbe azt kimentem, és azt gyakoroltam. Falnak dobáltam a labdát, és akkor kapásból vagy fejjel próbáltam a kapuba lőni mindig. Elképesztő tehetsége azonban hamar megmutatkozott. Kezdetben kispályán futballozott, hobbi szinten, ott szúrta ki a Titász elektromos ifi csapata. 14 éves korában került a Debreceni Egyesülethez. Csütörtökön mentem edzésre, és akkor mondták, hogy másnap menjek el a sportorvoshoz, mert vasárnap 8.30-ra ott kell lenni. Mérkőzés kezdődik 8.30-kor, és első mérkőzésemmel rúgtam 5 gólt. Csapata a története során először megnyerte az ifjúsági bajnokságot, Kerekes pedig a következő évben már az NB3-ban játszott. Hihetetlen gólérzékenysége miatt nem lehetett Debrecenben tartani. 1975-ben, 19 éves korában az újpesti Dózsa csapatához igazolt. Itt elsősorban az ifi csapatban játszott, a felnőttek között ugyanis Törőcsikkel és Fazekassal kellett megküzdenie a játékidőért. A több lehetőség reményében továbbállt. Én az Újpestben, Debrecenbe akartam jönni, amikor felkerült a Debrecen. És azt mondták, hogy oda nem mehetek. Ha valóban akarok menni, akkor csak Pécsre mehetek, mert a kis Sanyit ők leigazolják, és akkor ők elfogadnak engem. Kerekesnek így nem volt választása, de aztán az első adandó alkalommal egy pécsi szezon után hazaigazolt. A DMVSC-nél 1980 és 83 között 82 bajnokin 54 gólt szerzett. 173 cm-es magassága ellenére kiváló befejező csatárrá vált. Szerettem a beadásokat fejjel vagy lábbal, tehát próbáltam mindig megelőzni a védőket, vagy pedig a hát ütemérzékem a magasságomhoz képest egész elég jó volt, nagyon sok gólt fejeltem védők között, magas védők között is. Emellett a rugótechnikám is megfelelő volt, azt is gyakoroltam, nem keveset, szabadrugásban nagyon sok gólt rúgtam. Karrierje azonban tragikus fordulatot vett. Egy vasas elleni mérkőzésen elszakadt a kereszt szalagja, majd nem sokkal később eltört a bokája, emiatt óriási hiányérzete maradt. Amit elértem, ez kb. Az 50%-a. Amit elérhettem volna, hogyha nem sérülök meg, de hát ez sajnos benne van. Egy idő után megtanult együtt élni a sérülésekkel. 1982-ben egy vasas elleni bajnokin megrándult a térde. A csütörtöki edzésen úgy tűnt, nem tud pályára lépni a Rábaeto elleni hétvégi rangadón. Felhívta Povázsán doktort, aki éppen a Győriek sportorvosa volt, ő pedig sportszerűen segített a DMVSC labdarúgójának. Beültem a kocsiba és elmentem Győrbe. És hát úgy állapodtunk meg, azt mondta, hogy ne csináljak semmit, szombaton melegítsek be jól, és majd meglátom, hogy milyen lesz a lábam, csodát nem tud ő se tenni.
Ezen a mérkőzésen rúgtam 2 gólt, és 3-0-ra nyertünk. Kerekes egészségesen az NBA egy leggólerősebb csatára volt. A 80-81-es szezon végén Nyilasi és Kis mögött a harmadik legjobb lett a Népsport értékelése alapján. Ebben az évben kapta meg a válogatott meghívót. Saját bevallása szerint akkoriban sokkal nehezebb volt vidéki csapatból bekerülni a Nemzeti 11-be. Debrecenből azonban neki és Sallainak is sikerült. Nem hivatalos mérkőzések voltak, több túrán voltam a válogatottal. Sajnos, amikor pont oda kerültem válogatotthoz, akkor jött ez a keresztalak szakadás, és hát utána már nem tudtam azt nyújtani, amit kellett volna, meg amit tudtam volna eddig. 3 debreceni év után újra eligazolt, játszott a Ferencvárosban, az Újpestben, majd a Videótonban is. Bár emiatt vándormadárnak tartották, pályafutása utolsó éveit egy csapatban töltötte. 1988 és 1996 között az ausztriai Özpag Wilhelmsburg csapatában játszott alacsonyabb ligákban. 168 mérkőzésen szerzett, 172 góllal búcsúzott a nyugat-ausztriai várostól és a profi futballtól. Hazatért, Debrecenben telepedett le, ahol a civil életben is sikeres lett. 10 éve, hogy szövetségi ellenőr vagyok, a labdarúgáshoz ennyi közön van. Emellett egy kávézót üzemeltetünk itt Debrecenben, ezt is már 10 éve. Úgyhogy hát jelen pillanatban ezt csinálom. Kerekes György csupán 3 szezon töltött a Lokiban, de ez idő alatt szerzett 54 góljával a klub örök góllövő listájának 6. helyén áll. Még csak 6 évesek, de már profi módon edzenek és nyilatkoznak a Debreceni Labdarúgó Akadémia U7-es csapatának tagjai. A gyerekek Kaszás János edző segítségével sajátítják el a játék alapjait, akinek a kezei közül már több korosztályos válogatott futballista került ki. Sokszor a legegyszerűbb dolgok a legcélra vezetőbbek, például egy egyszerű cicajátékot imádnak. Tehát imádnak fogócskázni, és ebből ugye a mozgás koordináció teljesen benne van. Rengeteg irányváltoztatás, amúgy a labdarúgásba is mindig visszatér. Ezért kezdi így a tréninget Kaszás János, a Debreceni Labdarúgó Akadémia U7-es csapatának edzője. Bár ebben a korban még a futball szeretete, a játékosság a legfontosabb, a rutinos szakember folyamatosan versenyhelyzetet teremt a gyerekek között. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen versenyeztetni kell, mivel felnőtt korban is a versenyről szól majd az életük, és ugye a Ferguson is megmondta, hogy nincs fontosabb dolog, mint a győzelem, és egy egyszerű cicajátéknál is, aki nem akar nyerni, szerintem olyan nincs, már az is egy versenyhelyzet nekik. Hamarosan előkerül a labda is, a kis focisták pedig gyakorolhatják azt, amit a legjobban szeretnek, kicselezni egymást. Legjobban a bicikli cselben abban nagyon jó vagyok, mert elég jól tudok kifele körözni. Váratlan meglepetés szakítja meg az edzés menetét. A DVSC felnőtt csapatának játékosai vonulnak el a pálya mellett. A csillogó szemű gyerekek pacsizhatnak Herceg Andrással, és a játékosoknak is van egy-két jó szavuk a gyerekekhez. Persze mindenkinek megvan a saját példaképe. Nagy Sanyi. Miért ő? Mert szeretem a kapusokat, sokat szokott lőni kapura, és mindegyiket kifogom. Még az is lehet, hogy kapus leszel? Nem. Miért? Mert szeretek csatárok. Mert akkor tudom rúgni a gólokat. Messi meg Tőzsér. Miért ők? Tőzsérben mit szeretsz például? Nem. Nagyon jó csavárja a szavárrugás. Takás Tamás. Ő azért, mert sok gólt lő. És elég magas egyébként, és itt a kortársaid között te is elég magas vagy. Hogy tetszik a fejelés? Hát azt is szeretem, azt elég ritkán szoktam. Az edzés második felében pedig a két kapus játék zajlik. Hamar kiderül, ezek a gyerekek korosztályuk legügyesebbjei közé tartoznak. Mozgás koordinációjuk, labdaérzékük alapján az éles szemű megfigyelők már látják a jövő labdarúgóit. Azt, hogy kiből lesz, azt talán nem lehet megmondani, kiből nem lesz, azt már 6 évesen is meg lehet mondani. Szerintem ez külföldön is ugyanígy működik, de lehet látni, igen, lehet látni 6 évesen. Nagyon sok ügyes gyerek van, hogy később a életkori sajátosságok miatt, a növekedésük miatt ez hol vezet, azt ugye nem látjuk előre.
Az egymás közti játékot nagyon komolyan veszik a gyerekek, mivel védekezni kevésbé szeretnek, rengeteg gól születik, aminek persze mindenki örül. Girádi Gergely azzal tiszteli meg az ellenfelet, hogy nem ünnepel látványosan. Apa nem szereti a gólomat csinálunk, mert még az nem vagyok nagy, de szerintem, ha nagy leszek, akkor csinálok sok gólomat. Ezeknek a gyerekeknek megvan az esélyük a profi karrierre, kifogástalan körülmények között készülhetnek egy felkészült edző kezei alatt. Kaszás János már bizonyította, hogy remekül tanítja meg az alapokat a gyerekeknek. Én 2006 óta dolgozom itt a DVSC-nél, tehát 13 éve, úgyhogy elég sok gyereket látok, akik fölkerültek. Akár az első kerethez, gondolok itt egy Újvárosi Ádámra, akit óvodáskora óta ismerek, vagy egy Lakatos Bennire, aki megint magyar válogatott. Tehát van sok ügyes gyerek, és ez a mi felelősségünk, hogy ne engedjük ki a DVSC keretei közül, plusz olyan képzést kapjanak, ami által oda fognak tudni érni az első keret közelébe, vagy akár még komolyabb szintre is. A DVSC magazin műsorát látták. Új adással szokás szerint két hét múlva jelentkezünk. Addig is hajrá, Loki! Viszontlátásra!